Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, jöjjön Warframe, végre bejött az új update, és jönni fognak a videók, ne aggódjatok, csak mi úgy jött be az update, hogy én még dolgozom, ezért hétvégére igyekszek mindent megcsinálni, ha minden jól megy, még egy livestreamet is fogunk összehozni vasárnap. Szóval, első videónak szeretnék gyorsan beszélni arról, hogy hogyan győzzük le a Ropapoliszt, az új repülő Eidolont, és mert ez vezet hozzá Wisphez, az új Warframehez, és hogy őszinte legyek, magát az Eidolont legyőzni, Ropapoliszt repülő izét legyőzni, nem vészesen nehéz, kiválóan meg lehet csinálni szólóban is, sőt, mondhatnám, hogyha egy kis játék élményre vágysz, akkor jobban jársz, hogyha szólóban csinálod meg, mivel hogyha így négyen mennek az emberek, így mindig valakire jut a szerep, hogy végighajtsa ezeket a feladatokat, de hogyha szólóban megy az ember, akkor egészen jól ki van találva. Hogyha úgy érzed, hogy nem vagy elég erős a feladathoz, nincs pánik, nyomjad be, menjél random emberekkel, lehozzák neked, megszerzed a Wisphet. Boldogság van, szerezd meg a Wisphet. Hamarosan jön a Wisp bemutató. Türelem, készülök a meglepetéssel. Mostanra már ilyen világrekord mérések alakulnak ki milyen gyorsan tudja le győzni a Ropapoliszt. Azt hiszem, hogyha a Digital Extreme folytatja az irányt ezzel a faszakis boss harcokkal, nagyon-nagyon jó. Egyik legjobb boss harcos játék lesz, hogy így mondjam. Nagyon-nagyon királyul ki van találva az összes mechanizmusa az egésznek. Na de mit kell csinálni? Megérkezel a Ropapoliszhoz, nagyban ott van repül Ropapolisz, az mindegy, flepülő Eidolonhoz, és az első dolgot kijössz Tenóval, és elkezded lőni a Tenó fegyverével. Annyit hozzáteszek, hogy nincs sok shieldje, nem kell parázni, nem kell erős amp hozzá. Valószínűleg az alap amppal is le tudod szedni a shieldjét, max egy kicsit hosszabb ideig tart. Úgyhogy első dolog, leszeded a shieldjét. Másik dolog, jó magasra ugrasz és belekapaszkodsz a repülő izébe. És onnantól kezdve, hogy belekapaszkodsz, a játék átadja neked az irányítást, és az a dolgot, hogy belevezesd a fejével ezt a repülő izét azokba a nagy világító oszlopokba. És hogyha belerepülsz, akkor nyomsz, vagy bármi, ami nálad a kardozás, leugrasz róla, és ez a világító oszlop mögé mész, és ezt a világító oszlopot, ez a repülő izé, meg fogja támadni. És amint meglövi ezt a valamit, az azt jelenti, hogy újra lőheted a shieldjét ki a Stenóval, lelövöd a shieldjét, felugrasz megint csak ugyanúgy a Ropapolisztra, és fogad szépen és belevezetett fejjel ebbe a megsérült világító oszlopba, és akkor kap egyféle sokkot, és kinyílik sebzésre, mondhatni úgy. Ha kinyílt sebzésre, akkor fogod, és bármilyen erős fegyverrel, igazából kicsit erősebb fegyverrel, de nagyjából minden fegyverrel, mert nincs sok élete, ellövöd az egyik limbet. Amikor ellőtted az egyik limpet, akkor megint csak kinyílik egy aféle nagyobb sebzésre, és van itt egy konzol. A konzolt fogod és megnyomod, és akkor az égből lejön a nagy csapás. És megsérül. Na most, miután lejött a nagy csapás, újra ismételni kell azt, amit ezelőtt kijössz Tenóval, lelövöd a shieldjét, felugrasz rá és belevezeted a másik ilyen világító reaktorszerű oszlopba. Természetesen közben egy-két dologra vigyáznod kell útközben. Hajlamos néha insta megölni. Jó, egy Oberont insta öl, egy Inaroszt nem fog annyira insta ölni. Nagyot tud sebezni, de a legtöbb embert, ahogy néztem, Inarosszal fogja és leküzdje. Nálam az Oberon az ilyen favorit ezekre a dolgokra. Ne kérdezzétek, útközben két szekció között szentientek és ezek az új enemik, az amalgámok fognak megjelenni, és velük kell dílelni. Nyugodtan vedd ki az idődet, és lőd le a kis mobokat körülötte, és utána nyugodtan fókuszálhatsz a bossra, hogyha arra kerül a sor. Na, és hogyha eljutottál odáig, hogy mind a három reaktorszerűségbe belevezetted, és már akkor ott jársz, hogy lőheted a fejét. Meglövöd a fejét,
De gyorsnak kell lenned, szóval igazából menj oda ez a konzolhoz, amit meg kell nyomni, hogy a égi csapás lejöjjön, lőd meg a fejét, és rögtön azután nyom meg a konzolon a gombot, és lejön a csapást. Ha nem teszed meg ezt gyorsan, akkor elugrik az égi csapás elől, és akkor kezdheted előről. Nem macera, de hogyha elég gyorsan reagálsz, miután lesebezted a fejét, akkor az égi csapás el tudja kapni. Srácok, ennyi lenne, ami jutalmak, amiket kapunk ezért, ugye a Wisp-nek az alkatrészé és a egyes amalgám, új amalgám modok. Szóval, ja, ez ennyi lett volna. Ja, és legyetek benne biztosak, hogy csak azután fogtok tudni bejönni a repülő Eidolonra, hogyha megvan a Nata Quest. Tehát a Nata Questet meg kell csinálni hozzá. A Nata Questet elkezdeni úgy kell, hogy bemész a Tenno szobádba, a kis Tenno szobába, tudjátok, a kis privát szobába, és ott lesz a Lotusnak a sisakja, megérinted a Lotus sisakját, és akkor elindul a küldetés, de ahhoz, hogy eljuss odáig, hogy ezt a küldetést meg kell csináld az előző kis questeket, kis küldetéseket, addig nem tudsz bejönni, leölni ezt az Eidolont. Srácok, ennyi lett volna tényleg ez a videó, tetszett, iratkozz föl, nyom rá a csengőjelecskére, mint mondtam, jönnek a további Warframe-ek, jönnek kis lore történet, mert ugye némi igazság derült ki a Lotus szájából, vagy igazság ez, valamiféle jövőféleséget szán nekünk a Lotus, de kinek kell ez? Na de majd kiderül, meglátjuk, beszélünk erről is vasárnapig, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!